Hazánkban mintegy 60 ezer bejegyzett civil szervezet van, ezeknek körülbelül a fele tevékenykedik aktívan, elsődlegesen őket igyekszik segíteni a kormányzat, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil információs centrum szervezésében létrejött információs partnerségi napon az egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. A kormányzat, amiben tud segíteni, az két irányú, az egyik az anyagi segítség. Itt egy számot hadd mondjak csak, 2010-ben az állami támogatás, ami civil szervezetekhez, tehát egyesületekhez, alapítványokhoz érkezett, az összesen 144 milliárd forint volt. Ez 5 év alatt 2015-re 202 milliárd forintra nőtt, tehát 40%-kal nőtt a civil szervezeteknek adott támogatás, tehát a kormányzat kifejezetten támogatja és egyre nagyobb mértékben a civil szervezeteket. A másik legalább ilyen fontos, hogy a működési környezetük, tehát hogyha valaki alapít egy szervezetet, valamilyen változásbejegyzést szeretne, akkor ez 2017. január 1-től, illetve március 17-től nagy mértékben változott, egyszerűsödött, mert hogy reményeink szerint ezzel tudunk segíteni abban, hogy mindenki arra koncentráljon, amiért létrehozta a civil szervezetet. A rendezvényen részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is. Sesztelk Oszkár kiemelte, a határon átnyúló civil kapcsolatok erősítése is fontos célkitűzés. Ebben pedig aztán a mi támogatásunkra, vagy a mi segítségünkre, mint a megyei önkormányzatra is bizton lehet számítani, monitoring bizottsági szereplőként a Magyar Szlovákba, a Magyar Románba, illetve a ENI programozás révén a Kárpátalja Ukrajna felé menő programozásba is részt veszünk. Azt talán fontos információ, és nem biztos, hogy még mindenkinek tudott információ, hogy magyar-román infópont működni fog a megyeházán. Többek között a Magyar-Román Információs Pont szakemberei és a Civil Információs Centrum munkatársai rendezvényei is segítik a civilek mindennapjait. Számunkra nagyon fontos, hogy minden civil szervezethez eljutassuk az információnkat. Mi arra törekszünk, hogy a megye minden pontján, akár közfoglalkoztatotti program keretében, akár a Nemzeti Együttműködési Alap tanácsadói napján, akár a jogi tanácsadás területén levigyük az információt, mert azt gondolom, hogy az információ az érték. Az olyan érték, amire a helyi szervezetek tudnak építeni. Nekünk ez a feladatunk, nekünk ez a kötelezettségünk, hogy ezt végezzük. A rendezvényen Tilki Attila országgyűlési képviselő kiemelte, igen ritka az önszerveződés, ám ha létrejött egy jó szervezet, annak működését segíteni kell. Az információs partnerségi napon hangsúlyozták, a legtöbb szervezet pályázati támogatásokból és adófelajánlásokból működik, ezért aki csak teheti, a bevallás elkészítésekor ajánlja fel adójának 1%-át.